Igen. Mai nap első állomása az Obi. Na, szóval így van egyébként. Tehát az Obiba jöttünk. Hát ugye vizes felszerelési érdekében érkeztünk egyrészt. Másrészt meg valami olyan vésőszerű szerkezet kéne, ami mondjuk megfelel abból a célból, hogy ki tudjam gyalázni a büdös picsába, basz meg ezt a kibaszott lyukat, meg kurvára, elegem van belőle. Szóval körülbelül ezért jöttünk el. Na, ami még egyébként mutatós, ezt neked mondom, kerítés. Ezt majd megnézzük. Na, szóval keresünk pésőt. Na, van egy olyan poén éppenséggel, hogy ugye vésőt nem találtam, ez egyik. Másodszorban meg azt mondták, hogy az a foglalat, ami nekem van, az ilyen barkás gépbe való, és én találtam egy ilyen bazifoglalatos vésőt, az meg profi gépbe való. Hát, igen. És az igazság, hogy egy akkora véső kerül 26 ezerbe, tehát annyi, mint a barkás gép maga. Na jó, oké, akkor vizes alkatrész keresgélés megy folyamatban. Találtunk egy barkács eszközt, ismét. Itt van. Sira. Ez neki való. Na? Van 4 cseprőnk. Melyiket választak? Így, lapáttal együtt, 1390, hogyha így lapát nélkül veszünk, mennyi ki arra? 1000. És hogyha még veszünk hozzá plusz egy lapátot, meg egy cseprőt, egy kicsi cseprőt, 1399. Na akkor melyiket vegyük? Kira? Hát jó, hát legyen a kisebb próbál. Legyen a kisebb, hogy legyen kisebb. Na, szuper, akkor ennyi. Eldöntésre került. Szóval nagyon 3D-be megforgatva, így néz ki a mutatvány. De persze ez nem ilyen lesz, ebből ilyen darabokat kell majd összerakni. De körülbelül az a terv, ennél az Y-nál itt a fal mellett el fogom vezetni. Ez meg majd bemegy a szoba közepére. Ugye, ennél a kis csonknál fogva. Tehát ez körülbelül így néz majd ki. Nagyjából. Hát majd persze pozícióba beforgatva, de körülbelül ez lesz a mutatvány. Tehát ez a budi, ez meg megy a fal mellé. Körülbelül ez. Ez a kicsi. Ez a kicsi, ez meg be fog menni a szobának a közepébe, és a szoba közepén lesz egy elfolyó, elméletileg. Ha nem, akkor tévedtem. Szóval körülbelül itt tartunk. Ezt hát néhány perc alatt kimódoltam, hogy mégis hogyan fogom összerakni. Néhány perc alatt. Aztán megvan. Tehát rohadtul értek hozzá. Csá, unboxing elsőre. Ezt. Hogy mi ez? Ugye? Tulajdonképpen ez egy sima, egyszerű, normális, hagyományos füles egyébként. Fülvédő. Azért, hogy jó halljam a zenét. Egyrészt. Van egy papírja. Van némi zacskó, ami már nem kell. Papír szintén nem kell, ennyit az unboxingról. Oké, meg volt. Cicás videó, első körben. Másodszorban egyébként, ha már itt tartunk, ezt ki fogjuk próbálni, kell hozzá egy kellékes íme. Sziasztok! Neked kell kipróbálni. Tessék, szóval mit hallasz? Nem hallok semmit. Ő ennyit hall belőle. Most ezt félre is tesszük, kb. Ennyi. Akkor, na. Amúgy egyébként még vásároltunk, igaz? Vettünk. Mit vettünk? Igen. Vettünk egy csomó mindent. Igen, nagyon sok mindent. És mit vettünk? Mikrofontartó. Tudjátok, mi ez cseplője? Tök király. Igen, mit vettünk? Még vettünk vésőt is. Vésőt. Vettünk egy vésőt kellékes. Vésőt. Harmadik személy. Kellékes. Így van. Na. Itt a véső, csak be van csomagolva szépen. Így van. Hát akkor tartunk egy véső unboxingot. Igen. Most kibontja. Így néz ki a véső. Egyébként ami a fontos, hogy ennek ilyen foglalata van. Íme. És pont, hogy olyan kell. Így van, pont, hogy ilyen kell. Hát
Ez pont ezért volt egyébként fontos. Ja, és nem mellesleg egyébként kétszer hosszabb, mint a másik. Tehát ezzel azért sokkal jobban fogok járni, illetőleg azért sokkal hamarabb lehet ezzel talán majd végezni. Igen. Ennek egyébként van egy tök jó kis zárás technikája, úgyha megnézitek, be lehet így gyönözkélni, és így rá lehet zárni. Igen. Előbb megcsináltam, most meg már nem tudja, nem? Így van. Jó, de azért valamennyire sikerült. Ja. Na, mit vettünk még? Vettünk egy csomó mindent. Vettünk egy dobozzal, vettünk egy doboz valamit. Egy doboz ajándékot. Mit hozott a Mikulás? Semmit, mert ezt én vettem. Egy csoda szép papír. Van egy papírunk. Ajándék. Az ez az ajándék. Dobj fel, oda. Nem kell. És akkor még van... Tartalmaz. Doboz tartalma. Egy pirosat. Kérdezem. Egy szürke tányér. És egy ilyen vas valamit. Hát egy vas valamit is tartalmaz. Nem tudom ennek mi a leve, de valami. Egy olyat is, ami egyébként szétesik. De össze lehet rakni. Egyébként az a vas nem így ráillik. Nem tudom elhetem. Nagyjából. Jó, nem érkodjuk, szerintem hagyjuk, jó? És van egy ilyen bazi fekete. Öreg, ezt tudod mire jó? Na, szóval, van egy ilyen fekete is egyébként hozzá. Ebbe folyik itt a truki, és itt megy el. Tehát körülbelül ennyi a mutatványa ennek a dolognak. És ez az egész szerelvény, amit mutattam, az így beleilleszkedik. És még van még valami, ami egy ilyen gumi. Igen. Azt a gumit egyébként én úgy azonosítottam, minthogyha ennek lenne esetleg a párja. Igen, mert talán. Itt van rajta egy igen. Ugyanolyan gumi, szóval... Ott van egy horony. Tehát gyakorlatilag ezt a gumit... Egy ilyen kis csíka, és szóval igen. Meg kéne. Tehát akkor ezt arra lehet egyébként rá applikálni valamilyen úton. Ez a maradék? Igen. Ez a tányér, ezt még nem fejtettem meg, hogy ez mire való. Szép volt az egész. Nem baj. Na, szóval ezt a tányért még nem fejtettem meg egyébként, hogy mire való, de mondjál. Még vettünk valami előtt. Így van. És tudjátok, mi az érdekes? Kicsomagolni ki lehet, de ugyanúgy vissza már nem. Itt van nála Lüci. Na igen, következő. Ez egy Lüci. Lüci. Így van. Lüci, Lüci. Ez egy ilyen Makita Lüci. Így van. Ez egy Makita cuccos. Íme. Íme. Szóval ez arra való egyébként, hogy a láncfűrésznek a láncát egyébként lehessen olajozgatni. Ez azért szükséges, mert egyébként a láncfűrész nagyon erősen eszi az olajat különben. Van egy ilyen szürke csodánk is, kérünk szépen. Van egy ilyenünk is. Íme. Na, szóval megvan mindenünk egyébként. Ez az egész, meg ez mellé. Ez itt a vizes alkatrész leesett. Persze, segítek fel. Jól van. Na, szóval, íme, van egy ilyen, egy ilyenünk. És nem kettő ilyen hosszú. Így van. Ez egy ág. Ez leesett. Ez egy olyan ág egyébként, hogy itt a cucc itt megy be, és itt jön ki, de itt is be tud menni a cucc, és ide, abból a feketéből megy be a cucc, amit az előbb mutattam. Tehát abból az elfolyóból. Ennek van ilyen gumitömítése, frankó. Ez itt peng. Akkor van egy ilyen is, így, tehát ezt így össze lehet izélni. Meg ezt így rá lehet, meg ezt így rá lehet, így. És ezt, hogyha ide ráizélem, és akkor így néz ki az egész. Na és ezeket? Hát az valamelyik végére belefér biztos. Ez ide jön, tessék. Ezzel egy. Ha, szóval, ja, kármi ennyi. Na, egyébként most, igen, tehát ez lesz itt a vízszerelvény. Ez persze nem ilyen szalvaságszerűen fog majd kinézni, talán legalábbis rengeteg. Szalvas! De nagyjából, akkor megmutatom, hogy ezt kivesszük, a szalvaságot levesszük. Ez a fehér, valóban. Az a fehér, ez egy olyan WC alkatrész, amiben belemegy a kaki, és ott, ahol a keze van, ott jön ki. Tehát te alá tetted a kezed. Igen. Na szóval a dolog lényeg egyébként, hogy hátsó kiemelésű WC lesz, különben itt megy be a budi, és a budinak a tartalma itt jön majd ki. Így van.
És ami egyébként van bele, hogy ez körülbelül valahogy így illeszkedik majd ezt így. Szóval valami hasonló lesz, legalábbis reméljük egy gyűlben. Nem egyébként ez életben nem érjük hozzá, az baj. Baj. Igen, nagyon nagy baj. Nem probléma. Az gáz. Nem mindegyünk. Megvagyunk. Azt nem teszünk. Így van. Reméljük. És még vettünk még egy ilyen nagyon tökéletes. Nagyon tökéletes. Takarítószer. Igen, ez az én szerszámom. Azt is szükséged egyébként, hogy ennek így hiányzik a közepet, és elejtet vettél. Nem, ez mindegyik ilyen volt. Ja, mindegyik is elejtett? Igen. Még ez is hozzátartozik. Ez is hozzátartozik, ez is egy ilyen kis fegyver. Ez hozzád illő. Igen, ez hozzám illő. Ennek egyébként érdekessége, képzeljétek el, hogy össze lehet szerelni. És akkor lehet szere... Köpörni. Nézd, összesöpöd ezzel a szemetet, megfogod, és akkor így felsöpöd. Ennyi. Azt is lehet. Na, mert így van nekünk ilyen is. És akkor következő nagy terv egyébként, ez hogy, már mondjuk hogy egy nem pont vizet. Így van, asztalhoz, tehát ez már nem pont a vizes objektumnak a létrehozását fogja gazdagítani. És vettünk egy ilyen csodaszép kefét. Igen. Egyébként színben pont passzol ez a sok takarító eszköz, nem? Igen, direkt. Majd lehessen takarítani. Dolgozhat? Mindjárt itt nekiállok a videóból takarítani. Azt nem kell, azt. Szóval, kincsek egyébként. Asztalnak a sarka, amivel így ki lehet nyitni meg be, és úgy, hogy lecsukod meg, felnyitod. Ez ami meg megtartja az asztalt. Vasút. Így van. Vasút. Szóval, a dolog így jó, de egyébként egy lehajthatós asztalt fogunk preparálni ide be az épületen belülre, és hogy hogyan. Ugye, az lesz a történet, mint az lenne a nagy történet. Tehát a nagy történet az elméletileg az lenne, hogy magát a lehajthatós asztallapot, azt ez a szerkezet fogja tartani. És amikor felhajtjuk a lapot, nem. Igen. Nem tudom, amikor felhajtjuk a lapot, akkor ez az alkatrész fogja tartani egyébként ezt a vasat, ami majd tartja a lapot különben. Tehát ezt ide belehelyezzük. Ez így viszont masszívan tartja. Leesett a mikrofon. Szóval ez volt a mikrofon, ami leesett. Aminek szép hangja volt. Így van. Ügyes tehát, voltál. Köszönöm szépen. Tehát ezt bele fogom fúrni a falba. Tehát így kb. Eképpen így bele fog hatolni a falba. Jó mélyen, tankon, vastagon. Ez fog rákerülni. Ide. És konkrétan ezen fog majd megállni az asztallap. Ez ide fog felhajolni. Tehát amikor nem használjuk az asztallapot, ezt behajtom a falhoz, és az asztallapot ide elé be tudom majd hajtani. És amikor használni akarom az asztalt, akkor ezt kihajtom az asztallapot. És akkor tudunk tenni. És ezt behajtom alá, és az asztallap erre fog ráülni. Tehát ez a bazi nagy terv, ugyebár. És ugye kettőn fog ugye támaszkodni. Természetesen kettőn fog támaszkodni, és ami az érdekessége az egésznek, ugye, hogy azért nem kell, hogy ilyen hosszú legyen az egész történet, mert így azért eléggé hosszú lenne. Tehát, hogy az egyiket így, a másikat úgy lehet fordítani, és akkor is akármilyen röviden be lehet egymás mellé fordítani a falhoz, és akkor is csak ezt a vastagságot fogja elérni. Tehát gyakorlatilag könnyedén meg lehet oldani azt, hogy az asztallap ezt a vastagságot tulajdonképpen, tehát hogyha ezt így nézem, ezt a vastagságot így szépen át fogja nekem idalni. Tehát körülbelül így néz majd ki a motyó. És az asztallapot ugye ez a háromszög fogja fogni. Tehát körülbelül ez a nagy terv egyébként. Igen. Valószínűleg sikerülni fog, tehát én ebben mondjuk nem kételkedem. Valami? A növényeknek, amit itt van egy citrusfélék tápoldata. A sárgulás miatt.
levélsárgulás. A sáskák miatt. Nem, a levélsárgulás miatt, hogy meg nem halljanak. Hát a levélsások miatt egyébként. Leneved. És ezt a zóbiba lehet venni. Igen. Az ilyen növényeknél. Szerintem még van, tevését nem tettük. Hát nagyjából megvan a felhozatot. És most nem fogunk nekiállni. Így van, ma már egyébként semminek nem fogunk nekiállni. Nagy valószínűséggel PS2-n fogunk nyomulni autós versenyt. Szeretnéd? Igen! Oké, hát akkor nagyjából ennyi volt az unboxing, meg a nagyon kicsomagolós videónk. Benne szereplő kéz egyébként a kamera, aki most ezúttal egyébként a kamera első oldalán van, de ez csak annak köszönhető, hogy a kamera az állványon áll nagyjából. Szép. És most én sem kellek hozzá. Ja igen, most senki nem kell hozzá. Na. Senkinek sem kell tartani a kamerát. A vizes blokkról egyébként annyit, hogy hát ugye azt még vésegetni kell egyrészt, másrészt ugye az a véső, amit most vettem, az egy kicsikét hosszabb, úgyhogy hát azzal sokkal. Hát sokkal hosszabb, tehát pontosan kétszer akkora. Tehát azzal szépen lehet majd vésegetni azt a lukat, ami ott van. Hát eléggé zajos mutatvány egyébként, tehát egy ilyen fülvédő nem baj, hogyha van hozzá. Hát ugye igen, tapasztaltam, hogy abban a kicsi helyiségben, amikor vés az ember, akkor az eléggé jelentősen üt a hang. Úgyhogy ja, ez mennyi volt az? 2600 forint? Nem, az 140. Nem 1040. 400. Nem, az a véső volt. Ja. Igen, tőle kérdeztem, csak nem hallottak. Jó a füles, de komolyan. Nem hallottam. De amúgy, szól benne, nem hallottam. Én is kipróbáltam, és nem hallottam semmit. Semmit. Csak így a csendet. Ez van. Sziasztok, legyetek jók. Sziasztok. Áj, Marina! Szállj! 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 Szállj!